meg, A gyerekek zumbával melegítettek az autómentes napra, ahol sokféle mozgás és játék várta őket. Bonyhádon évek óta rendszeresen szerveznek autómentes napot, ahol a cél a mozgás és a környezettudatosság megerősítése mellett a közlekedési szabályok ismeretének elmélyítése. A cél elsősorban az a legfiatalabb korosztály, a gyerek óvodás, tankoteles korosztály rávezetése, a kerékpározás, az alternatív közlekedési módok fontosságára, illetve nem utolsó sorban a KRESZ betartására, a gyalogos közlekedés során tudják alkalmazni a KRESZ szabályait, hogy biztonságban legyenek a gyerekek. Hogy gyakoroljuk a közlekedés szabályainak a betartását. Volt, aki rollerrel, volt, aki elektromos autó segítségével ismerkedhetett a legfontosabb KRESZ szabályokkal. Köllőr Anna, a Nevárosi Sportcentrum igazgatója azt mondta, egy-egy ilyen rendezvény lendít a családokon a mozgás utáni vágyra. A lényeg a mindennapos sportoláson van, és hogyha a gyerekek látnak jó példát, akkor az segít nekik. Ebben nem elég csak a gyerekekre hagyatkozni, ugye egy 5-6 éves gyereket még a szülők befolyásolnak. Tudom magamról, én is szülő vagyok, hogy ha elviszem magammal a gyerekeket bicajozni, vagy túrázni, akkor teljesen más a gyerekeknek a lendülete. A szervezésben és lebonyolításban részt vettek a helyi tűzoltók és a bűnmegelőzés munkatársai is, akik arra hívták fel a figyelmet, hogy a kerékpárok mai árai mellett fontos a biztosítás is.